Egyenként több százan ereszkedtek, vagy éppen ugrottak vízbe Pakson a vízi színpadi stégről, hogy teljesítsék úszodig a 7 kilométeres, vagy kalocsáig a 15 kilométeres távot. Mintegy 200-an vállalták be a rapszodikus idő ellenére a nyílt vízi úszást 23 fokos vízhőmérsékletben és 4 kilométeres sebességű sodrásban. A kalocsáig tartó 15 kilométeres távot létszámkorlátozás miatt csak 50-en úszhatták le. A 15 kilométert limitálnunk kellett, azt le is lezártuk elég korán, ugyanis Kalocsánál hídépítés folyik, és ezért nagyon sok óriási potró és építő hajó jármű állomásozik, ezért az úszófolyosót bejebb kellett húznunk a fősodorba, és ezért kérte a rendőrség, hogy csökkentsük a létszámot a hosszú távra. Az ország minden szegletéből érkeztek úszók, amatőrök és profik egyaránt. A rendezvény beharangozója nagyon vonzó volt, nagyon szép képeket lehetett látni a Dunáról, és azért a Tisza mentéről a Dunához eljönni azért egy kaland, egy másik fajta jelleg, másik jellegű kihívást jelenthet számomra. Medencében készül az ember, tehát a nyílt vízi úszást tekintetében ezek mind-mind hirtelen bevállalások, kalandvágyhajt, hogy kipróbáljam ezt a 7 kilométert. A Dunán 10 mentőhajó és 20 evezős garantálta a versenyzők biztonságát. A paksi megmérettetésen mindkét távon profi versenyzők lettek a győztesek.